természetesen Daniel elemmel az ember szokott találkozni már általános iskolában, középiskolában. Mi is összeraktunk itt egy Daniel elemet, hogy ne teljen vele nagyon az idő, ez már előre elkészült. Ebben a két kis üvegedényben részszulfát oldat, részfémmel és cinkszulfát oldat, fém-cinkkel található. És hoztunk egy kis műszert is, amivel rögtön meg lehet határozni a Daniel elemnek az elektromotoros erejét. Mivel ez már jó ideje itt áll, az egyensúlyok mindenhol beálltak, a mérésnek ugyanis van egy nagyon fontos feltétele, ahhoz, hogy mi a kapocsfeszültség helyett elektromotoros erőt határozzunk meg, mindenhol, kivéve az elektrolitok érintkezési határán, ahol a két csőröcske egy áramkulcsban találkozik, be kell állni az egyensúlyoknak, és erre időre van szükség ehhez. Messziről nem nagyon látszik, nem tudom, miért ült a közönség olyan messzire. Remekül lehetne látni, megpróbálom a kamerának mutatni. Nem olvasható nagyon, legalábbis a kivetítés, köszönöm szépen a nagyítást. Mennyire látszik, hogy mi a mutatott érték, semennyire, akkor felolvasom. 1,1018. Ez voltban mutatja ez a kis berendezés, tehát egy ilyen Daniel elem, amit összeraktunk, tizedmólos részszulfát és cinkszulfát oldattal, körülbelül 1,1 voltos feszültséget biztosít nekünk. Ez egy nagyon hasznos műszer, úgy hívják ezt, hogy nagy bemenő ellenállású voltmérő. Hogyha van ilyenünk, akkor ezzel lehet a leggyorsabban, legegyszerűbben elektromotoros erőt mérni. Ennek a működése, csak hogy lehessen érteni egy picit, aki vonzódik a fizikához, az az Ohm-törvényt is biztosan tudja. Ohm-törvény alapján a következő kapcsolásból egy pillanat alatt kiderül, hogy hogyan tudunk elektromotoros erőt mérni. Ide felszaladok, akkor látszik, hogy van a cellám, ebben a kék keretben, ezt egy ellenállás és egy áramforrás jel egymáshoz kapcsolásával jelöltük. Amikor a cellát működtetem, akkor az belső, úgynevezett belső ellenállásán, ami tulajdonképpen nem más, mint itt ebben az esetben az oldatoknak a megfelelő elektromos ellenállása, ezen keresztül kell átfolyni a töltéseknek, és emiatt én nem a teljes potenciál különbséget, amelyet mint áramforrás létrehoz, látom, hanem ennél egy kisebb értéket, méghozzá minél nagyobb áram folyik át, annál kisebbet. Hogyha én olyan mérést tudok végrehajtani, ahol az átfolyó áramnak a mértéke gyakorlatilag nulla, akkor az elektromotoros erő értéke közvetlenül megmérhető. Tehát, hogyha nekem van egy nagyon nagy belső ellenállású voltmérőm, akkor gyakorlatilag a teljes feszültség ezen a voltmérőn esik, és meg tudom mérni a kapocsfeszültséggel az elektromotoros erőt. És ekkora a definíció szerinti elektromotoros erő mérésnek megfelelően gyakorlatilag nem folyik át áram a cellám. Van egy másik lehetőség is, és éppen ezért tettem föl azt a kérdést, amit az előbb a Balázstól kérdeztem, hogy mekkora lehet a belső ellenállása egy ilyen cellának. Azt mondta, nem tudom mennyire lehetett hallani, hogy néhány tized ohm volt. Most itt a közönség előtt szeretném meghatározni, hogy egy így összerakott Daniel elemnek mennyi a belső ellenállása. Ehhez a módszer, amit használunk a hallgatói gyakorlatokon is, ezt szoktuk végezni, egy úgynevezett extrapolációs módszer. Mellőzve minden levezetést a következőképpen néz ki a dolog. A cellánkat egy picit, az elektromos áramkört egy picit bővítjük, a cellánkhoz egy külső ellenállást kapcsolunk. Ezek az ellenállások egy ilyen kis dobozkába vannak beforrasztva, tehát amivel én hozzákapcsoltam a mérőműszeremhez a Daniel elemet, ennek a belsejében ott vannak a pici ellenállások. Van egy kis banándugóm, ezzel a banándugóval én bele tudok egy ilyen hüvelybe csatlakozni, és attól függ, hogy hányas sorszámú hüvelybe csatlakozok be, különböző nagyságú ellenállásokat kötök össze ezzel a cellával. Természetesen ekkor már nem egyensúlyi állapoton van, hanem folyik át áram a rendszeren, és nem is elektromotoros erőt mérek közvetlenül, hanem kapocsfeszültséget. Hogyha viszont az levezetés értelmében ezt a kapocsfeszültséget ábrázolom, az átfolyó áram, amilyen csúnyán van jelezve, hogy ne vegye észre a laikus közönség, ez az EK per RK tulajdonképpen Ohm törvénye értelmében az átfolyó áram a cellán, hogyha ennek a függvényében ábrázolom, akkor meg tudom határozni az így elkészített ábrázolásból egy elektromotoros erő mellett a belső ellenállását is a cellának. Nem kell más tennem, mint egyenest kell illesztenem az így kapott pontokra, a tengelymetszet fogja adni az elektromotoros erőt, az egyenes meredekségének mínusz egyszerese pedig a belső ellenállást. Úgyhogy szeretnék segítséget kérni egy picit, hogy valaki írja nekem be, hoztam egy kis táblázatot, nem tudom, hogy a kivetítése ennek megye, bízom benne. Megpróbálom ide kitenni. Húha!
Hogy lehet azt megoldani, hogy itt látszódjon egy táblázat? Következő kérdés. Kicsit gépészkedek. Egy másodperc már is sikerül. Igen. Ki fogok tenni egy programot. Ez a program egy egyszerű adatkezelő program. Nem kell más tenni. Fogod látni, hogy mit írsz be? Jó, akkor bocsánat, még mindig gépészkedek. Jó, most mind a két képernyőn ugyanaz látszik, így Noémi, aki segít nekem, és beírja a számokat, ő is látja, hogy mi történik. Amit figyelni kell, csak messziről nem látszik, közben ellenőrzöm a zárást, mert a mérést kétféleképpen is elvégezzük. Ki fogom nyitni, illetve zárcsapálással is megcsináljuk a mérést. A mutatott érték annak függvényében változik, hogy mekkora ellenállást kapcsolok be. Amiatt, hogy a cellán áram folyik át, nem szabad sokáig ezt bekapcsolni. Egy pillanatra bekapcsolom, leolvasom az értéket, Noémi beírja a megfelelő helyre a táblázatba, aztán rögtön ki is húzom a hozzákapcsolt ellenálláshoz tartozó banándugót, hogy a cella lehetőleg ne változzon meg. Úgy fogok menni, hogy a nagyobb értékekről és a nyitottal fogom kezdeni. Tehát először kinyitom a csapokat, mind a kettőt. Mivel ezek üvegcsiszolatos csatlakozók, itt az elektródok fém része, ez üvegcsiszolattal csatlakozik be, hiába nyitottam ki, nem fog kifolyni az elektrolit. Magam fele fordítom, de úgysem látja a közönség, úgyhogy ez nem okoz nagy problémát. Felhangon fogom mondani az értéket, a legnagyobb ellenállás itt a 6-os sorszámhoz tartozik, és nyitott csapálással megyünk. 1,0952. 1,0429. 0,9939, 0,7108, ezt nem szabadna, csak kicsit beragadt, 0,5322, 0,1695. Sikerült leírni mindet? Jó, akkor most elzárom a csapokat. Azzal, hogy én a csapot elzárom és megnyitom, az egy egész más cellát hozok létre. Nem kémiai értelemben, hanem fizikailag. Meg tudom nagyon egyszerűen így változtatni a cellám belső ellenállását. Amikor a csap zárva van, akkor a csapnak a csiszolat részén egy nagyon vékony folyadékrétegen keresztül kell az ionoknak mozgolódni. Ez sokkal nehezebb, tehát sokkal nagyobb az ellenállása ilyen esetben a cellának, mint amikor kinyitom a csapokat, és a közepén lévő furaton keresztül gyakorlatilag szabadon tudnak mozdulni. Most elvégzem ugyanezt a zárcsapálással is. 6-osban. 1,0512. 0,7351. 0,5613. 0,1868. 0,1041 és 0,0219. Ezzel végig is mentünk ezen, köszönöm szépen. A következő feladatunk, hogy kiszámoljuk-e az átfolyó áram nagyságát. Az első oszlopban megvan adva, keresem az egeremet, de most megtaláltam, megvan adva az ellenállásomban, és előre betápláltam a képletet, hogy ne kelljen elő nagyon sokat dolgozni, és csak arra nyomok, hogy oké, és már is megjelenik az átfolyó áram amperben. Lehet látni egyrészt a nagyságrendet, tehát ez 10-5-en, 6-on, 7-en amper, tehát a nagyságrendje az mikroamper, amelyek ilyen esetben átfolytak, és elkészült nekem az ábrázolás is. Ha sikerül a megfelelő skálázást beállítani. Köszönöm, azt keresem, igen. Skálára jobb gomb? Nekem más változat van ebből. Ez kell nekem. Köszönöm szépen. Már is látszik, hogy a nagyságrendek azok megvannak, és a két adatsor az nagyjából egyenest mutat. Azért, hogy szebb legyen a dolog, csinálunk egy ilyen kis scientificet, és már is látszanak a kitevők. Válasszunk ki valamelyik adatsort,
és nézzük meg a belső ellenállás nagyságát. Ez például, ami ki van választva a nyitott csapáláshoz tartozik, tehát hogyha én most egy egyenes illesztést végzek, akkor a program analitikusan kiszámítja az egyenes paramétereit, ahogyan az előbb említettem a tengelymetszet, az az elektromotoros erő lesz, a meredekség mínusz egyszerese pedig a belső ellenállás. Mennyit méztünk az előbb nagy bemenő ellenállású volt mérővel? Körülbelül 1,1 volt volt az érték, ugyanezt várjuk az egyenes tengelymetszet paraméterére, amit itt intercept néven látunk, 1,102, ugyanazt kaptuk, ennek igazán örülünk. A másik izgalmasabb dolog az itt van alatta, ennek a mínusz egyszerese, a meredekség mínusz egyszerese a belső ellenállás, 54.374 ohm, tehát 54 kilo-ohm. Addig egy lítium akkumulátorban néhány tized ohm a belső ellenállás, itt 54.000 ohm. Tehát van egy pici különbség a kettő között, hát nem tudom, hogyha ezzel kezdenék el dolgozni, akkor hány töltést tudnék megcsinálni. Töltés-kisütés ciklust valószínűleg nem sokat, nem véletlen, hogy nem ezt használják az okostelefonokban. Most a másikat is meg lehet egy pillanat alatt csinálni, úgyhogy azért, hogy teljes legyen a kép, ezt az illesztést is elvégzem. És akkor látjuk, hogy mekkora a különbség a kettő között, ha a csapálás zárt, vagy a csapálás nyitott. Igyekszem úgy mozgatni ezeket, hogy mind a kettő látszódjon. Az egyik 54.000 volt, a másik 485.000. A különbség egy nagyságrend. Tehát, hogyha nyitva van a csap, akkor 54 kilóm az ellenállás, ha zárva van, akkor majdnem 500.000 ohm. Ez a kísérlet, ezt azért szeretem ezt a kísérletet, mert egyben elektromotoros erő meghatározásra is, és egyben belső ellenállásról is ad információt, de a hátulütője ennek az, hogy itt a cella azért közben változik. Tehát amikor én terhelem, amikor áram folyik át rajta, még ha mikroamperek is, az már nem egy egyensúlyi mérés. A másik két kísérlet, amit hoztam, az egy speciális, kivetített kísérlet. Nagyon sokszor lehet találkozni olyan kísérletekkel, amelyeket nem lehet bemutatni nagy méretben. Erre találták ki ezeket a hagyományos írásvetítőket, és ehhez a hagyományos írásvetítőhöz nekem sikerült hozzájutni. Gyorsan átmegyek az áramforrásommal, nem akkumulátorról üzemel sajnos, úgyhogy egy kicsit macerásabb a dolog, de átkötöm ezt, és azt fogom majd kérni a kedves kollégától fönt, hogy akkor kapcsolja le nekünk a világítást, hogy a kivetített képünk az jól látszódjon. Köszönöm szépen a kapcsolást. Közben itt nincs teljes sötétség, úgyhogy elő tudom készíteni a kísérletet. Bocsánat, itt még visszatérek a vetítéshez. Az első dolog, amit szeretnék még megmutatni itt, ezt láttuk, ezt megcsináltuk, az a lüktető higanyszív kísérlet. Ez egy nagyon izgalmas kísérlet elméleti szempontból. Hajdanában higanyelektróddal dolgoztak analitikai kémiából, mindenféle meghatározásokat végeztek. A lényeg az, hogy maga a higany, mint folyékony fém, nagyon érdekes és hasznos tulajdonságokkal bír, nagyon könnyű megújítani a felületét, és az izgalmas az, hogyha a felületén töltések halmozódnak föl, akkor a higany felületi feszültsége változik, tehát ha van egy cseppem, akkor elképzelhető, hogy ennek a cseppnek a mérete a felületi feszültség változással kisebb lesz, vagy nagyobb lesz. Ebben a kísérletben a töltéseket, amivel a higany felületén, amik a higany felületére jutnak, egy egyszerű kis vas húzallal hozom létre, egy erősen oxidáló közeget készítek itt, egy mindjárt lehet látni, csak itt előkészítem a kísérletet. Ebben az esetben egy kis óraüvegre tettem higany cseppet, és körülvettem, mint egy háromszoros hígítású kénsavval, tehát a tömény kénsavnak a háromszoros hígításával. Az oxidálószer az egy tized mólos káliumbikromát oldat lesz, amiből nem kell nagyon sok, én talán csak 4 cseppet teszek bele, ha szükséges, akkor még egy picit hozzáteszünk. És azért, hogy a reakció jobban menjen, még egy picit tömény kénsavat is adagolok hozzá, nem sokat, bár elvileg a 30%-os kénsavval közvetlenül is menne a reakció, de így lesz biztos, hogy sikerélményünk van. És hogyha ezzel készen vagyunk, már is vihetem a kivetítéshez, ahol belehelyezem a vas szálat, és elindulnak a reakciók.
megpróbálom úgy elhelyezni, hogy jól látszódjon. Belekerül ide a vasszál. És ami itt látszik, az, hogy elkezd lüktetni a szívecske, a magyarázat pedig az, hogy elkezdenek oxidálódni a fémek, de a vas felszínén sokkal több töltés halmozódik föl. Ennyit bírt. Ezt meg kellene csiszolni, hogy újra működjön, de akkor lehetne újra használni. A vas felszínén töltés halmozódik föl, több, mint a higany felszín. Amikor hozzáérintettem, akkor átment a higany felszínére a többlettöltés egy része, ezért a higany összehúzódott. De azt rögtön a bikromát ionok levették, és redukálódtak, ezért a higany felszínén lévő töltéstöblet az eltűnt. Ezért megnőtt újra a térfogata, a mérete. Ezért újra hozzáért a vas dróthoz, majd újra levette a töltést, újra hozzáért, újra levette, és mint egy szívecske elkezdett dobogni. Az utolsó kísérlet, amit hoztam, az egy olyan egyszerű kísérlet, amit tulajdonképpen akár otthon is el lehet végezni, ha az embernek van egy kis ezüst nitrát oldata. Ez szokott lenni a limitáló dolog. Úgy szokták ezt mondani, hogy ezt még ceruzákkal is meg lehet csinálni. Hogyha az embernek van egy 4,5 voltos zsebtelepe, kicsit leforigcsálja a ceruzát, nem így lerágjuk, hivatalosan ezt mondjuk leköszöröljük, levágjuk. Lényeg az, hogy hozzá lehessen elektromosan csatlakozni, és a 4,5 voltos zsebtelepet ehhez kapcsoljuk, két ilyen ceruzavékhez, és az ezüstnitrát oldatból ezüstöt választunk ki. Nem, még kérem még a sötétet, csak ide kellett jönnöm. Na most ehelyett azért mi nem ezüstnitrát, nem ceruzával dolgozunk, van nekünk rendes elektródfémünk is. Viszont a zsebtelep helyett egy kicsit profibb eszközzel, egy feszültség stabilizált áramforrással fogjuk létrehozni az elektrolízist. Ha ügyesen dolgozik az ember, és megfelelően választja meg az elektródoknak a geometriáját, akkor az ezüst az nem fog tudni teljesen, és megfelelően gyorsan dolgozik természetesen, az elektrolízist nagy feszültséggel végzi, hogy a reakciók gyorsak legyenek, akkor nem fog tudni az ezüst leválni a felületére az elektródfémnek, hanem megjelenik az oldatban. Megpróbálom a vezetékekkel, sikerül olyan összeállítást létrehozni. Éppen csak megpróbálok hozzáérni ennek a felületéhez, és ilyen szép fraktál formájú ezüst kiválás történik. Lehet látni, ahogyan nőnek ezek az ezüst részecskék az oldat felszínén, és el is úsznak. Ha elég ügyes vagyok, és nem mozogna így a kezem, akkor egész nagy fraktált is létre tudnék hozni. Itt sajnos be kell érnünk ilyen kisebbekkel. Még egy picit itt, ezen az oldalon is. Na most, hogy miért nem válik le a felületre, arra az egyik magyarázat a geometria, másik dolog pedig az, hogy erre egy egész tudományág épült. Általában nem az a cél, hogy ilyet csináljanak, ez csak egy bemutató volt, általában az a cél, hogy a fémek azok leváljanak egy bizonyos felületen, de ehhez megfelelően kell a körülményeket beállítani, tehát olyan elegyből kell leválasztani, olyan áramsűrűséggel, olyan geometriával, hogy ez megtörténjen, hatalmas gyakorlati jelentősége van ennek. Hát ez a kísérlet pont úgy volt optimalizálva, hogy ez ne történjen meg. Köszönöm szépen a kedves hallgatóság figyelmét, és remélem kicsit közelebb kerültek az elektrokémiai kísérletekhez ezzel.